Kihívást élted meg eddig, hogy eljuss A-ból B-be bringán Budapesten? Viszont te is rájöttél már, hogy nincs jobb eszköz közlekedésre, mint a bringa? Mert már a jóval könnyebb és jóval biztonságosabb tekerni a városban. Bemutatjuk. Hogyan tervezd meg az utadat a városban? Ha például szeretnénk eljutni hétvégén a rakpartra Gazdagrétről, vagy hétköznap a belvárosi munkahelyünkre, nincs más dolgunk, mint megtervezni az utunkat a BKK futár segítségével, kiválasztva a kerékpáros barát módozatot és nyeregbe pattanni. Az útvonal végig bringasávon, bringaúton és kerékpáros nyomon fut, a 6 kilométert 25 perc alatt letudva. De induljunk! Teszt a lelke mindennek! Dél-Budán is jelöltek ki új kerékpársávot, az is egy régi kis kapcsolat Kelenföld irányába. Kelenföldön keresztül el lehet jutni Őrmezőre, el lehet jutni Gazdagrétre, tehát ott is létesült egy jó kis kapcsolat, ami eddig igazából csak inkább kerülővel volt elérhető, mondjuk, hogy az ember a Dunapart felől és az Etele út felől közelített Kelenföldre. Most egy gyakorlatilag tök egyenes úton ki lehet jutni a Szabadsághídtól a dél-budai nagy lakótelepekre, tehát szerintem ez például tök nagy előny. A tervező szerint 25 perc alatt tudjuk le a távot, és ezt igazolta a gyakorlat is. Autóval sem sokkal gyorsabb, a parkolóhely keresésről nem beszélve. Tömegközlekedéssel pedig nagyjából ugyanennyi, 4 átszállással. Van még kérdés? A Bringás Brigantik főtámogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.